Jó estét kívánok! Hát nálunk már karácsonyi itt a hangulat a nap hírében. Ma este pedig két politikus és egy publicista újságíró a vendégünk, mert hogy itt van Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője, Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője, és Gulyás Balázs újságíró publicista. Jó estét mindenkinek! Nem tudom, hogy ki hogy van a sporttal, futással, vagy mennyire van ez benne a napi menetrendben. Hú, de nagy a csend. Ezek szerint nem nagyon jellemző? A futás nem tartozik a kedvencek közé senkinek? Ilyen Churchill értelemben. Az milyen? Milyen a Churchill értelemben? Mert futások felcsüki sokaknak, ezt a... Sokaknak beugrik a sportról kialakított véleménye. A futás nem tartozik a napi rutin közé. De ez nem, mintha jó lenne, nem, csak... Ilyenben nem fut, mondták egyébként akkor a britek, de nekem is inkább a gyaloglás. De ahhoz nem kell domb. Ahhoz nem kell domb, ugye, mert már átvezetjük ezt a dolgot az első témánkba, mert hogy arról fogunk beszélgetni, hogy érdekesen alakul, hogy kik és hogyan kaptak nagyobb összegeket egyébként a kultúrtaót helyettesítő támogatásokból, és ha már sport meg gyaloglás, a felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány pedig 100 milliós TAO támogatásból futódombot épít. Nézzük! Noha a kormány határozta meg, hogy csak előadó művészeti szervezetek kaphatnak a kultúrtaót helyettesítő támogatásból, sokszor pályázati azonosító nélkül kaptak 10 milliókat vagy akár milliárdokat fideszes politikusokhoz köthető cégek, önkormányzatok, írja az Index. A lap emlékeztet arra is, hogy a kormány nemrégiben vonta magához az addig piaci alapon működő támogatási formát. Az M4.hu pedig a sporttaó támogatások felhasználásának érdekességeiről számolt be. A lap szerint 106 millió forintból terveznek építeni egy futódombot Felcsúton. Az Orbán Viktor által alapított Felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány 1,1 milliárdos fejlesztései között szerepel a sportolók képességfejlesztését szolgáló 31 méter hosszú, 17 méter széles domb, melynek nem magasabb pihenő része 2,25 méter magas. Itt, amikor készültünk az adásra, próbáltuk elképzelni ezt a futódombot, amelynek ugye a legmagasabb pontja is alig több, mint 2 méter, ami hát több, mint 100 millió forintból épül most. Ti el tudjátok ezt képzelni, ezt a futódombot, és hogy mi kerülhet ebbe több, mint 100 millió forintból? Én azon gondolkoztam, hogy van az a szólásmondás, hogy a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Lőrinc épít egy hegyet. Ami persze ez lesz a hegy. Ami persze egy felcsúti hegy, tehát 2 méter magas, ugye? Jól igen, tudom? Kicsit több, mint 2 méter kicsit, magas. Kicsit savanyú, de a miénk. Igen, tehát ez egy ilyen felcsúti hegy. Persze, mondjuk föl a leckét, eléggé felháborító, már Lőrincék már nem tudják mire költeni a pénzt, tényleg fűtött focipálya, műgyepes focipálya, most futódomb, nem tudom, hogy mi lehet a következő, bár ugye tudjuk, hogy lesz űrutazás hamarosan, amin ugye én is szeretnék elindulni. Jelenleg hogy... ezt most itt bejelentett, hogy nem, hát én szeretnék. Ezt már bejelentettem, mert csodálom, Ági, hogy nem kérek követed, nem követed a munkásságomat. Én kérek elnézést. Én már Bajkon úr felé félúton vagyok, úgyhogy én szeretnék lenni az első űrutazó, de tudjuk, hogy lesz űrutazás, tehát gondolom, hogy ott építenek föl egy kilövő állomást. Jelzem, Bicskén lakom, tehát nekem 5 perc átjutni Felcsútra. Ehhez a csodálkozom, hogy a 106 millió, vagy nem is értem pontosan, hogy ez most csak a tervezés költsége, vagy ebben maga a domb is benne van. Majd ki fog derülni, mert azért... Majd Pista bátya összelapátolja 30 ezerért a dombot, a többi pedig a tervezés és a koncepciógyártás. Ifjú koromban, ami nagyon régen volt, amikor még tudtam is futni, meg szerettem is, akkor minket a Gellért helyre küldtek föl mindig erőléti edzésként. Tehát értem, hogy ebben van koncepció, amit nehezen értek, hogy azért nem építettek emiatt direkt egy Gellért hegyet. Tehát, de valóban ez a történet egy kicsit komolyra fordítva tényleg arról szól, hogy olyan mennyiségű TAO pénz áramlik a sporttaóból, különösen Felcsúthat a néhány más klubba is, hogy hát már tényleg a hülyeségre is költenek, mert nem csak futódomb lesz ebből, hanem én nekem a sajtórészleg tetszik különösen, tehát tényleg több sajtost foglalkoztatnak, mint egy komplett minisztérium, és még tudnám folytatni. Sorolom akkor én, hogy mik lesznek benne az 1,1 milliárdban. 375 millió előfinanszírozott ingatlan, beruházás, felújítás, 311 millió előfinanszírozott tárgyi eszköz, beszerzés, 106 millió személyi jellegű ráfordításokat fedezi, de lesz a stadion pályája körüllet fal, beszerzése, telepítése, elosztó átalakítás, 109 millióból például nagy
nagy buszt is vesznek majd. Tehát ezek az embereknek egyébként most így tényleg, tehát a lelki világa milyen lehet, amikor kitalálják ezt, hogy építsünk már egy futódombot 100 millió forintból, mert már tényleg nem tudjuk mire költeni, akkor így nem villan be? Tehát lehet, hogy én vagyok a naív, hogy lelkiismeretet feltételezek, de nem villan be ilyenkor, hogy mondjuk a WC ülőke nélküli kórházakra is lehetne költeni, vagy mondjuk a kréta nélküli iskolákra. Tehát én vagyok a naív, vagy a demagóg, vagy a kettőnek az ötvözete, hogyha azt gondolom, hogy ennek úgy be kéne villanni, amikor egy ilyen 20 méteres, vagy 20 méteres, ugyan, 2 méteres futódombot építenek 100 millióból? Szóval az egészen elképesztő, hogy és ugye nem véletlen, hogy hiába nyertünk már egy csomó pert ebbe a dologba, például a TAO támogatóknak az adatait nem hajlandóak kiadni. Mert azért itt föltehető, mert nézzük meg a másik végét, miért ajánlják föl a TAO-t? Na nem azért, mert X vagy Y vállalkozás azt gondolja, hogy egyébként a magyar focinak ő segíteni akar, és a legjobban ezen egy új letfal beszerzése fog segíteni Felcsúton, ahol egyébként a nagy csapatban gyakorlatilag nem játszik saját nevelésű játékos, hanem azért, mert azt gondolják, hogy ha kedvére tesznek a főnöknek, akkor majd a főnök is kedvükre tesz nekik ezzel, azzal, amazzal. Mondjuk ki, ez egy maffia mentalitás, ez a védelmi pénz, ez egy, nem? Ez egy abszolút legalizált, félig meddig legalizált korrupció, és hát valóban, hogy még egy példát mondjak, nekem is ez jutott eszembe, hogy itt azért tényleg mennek, ugye ne legyen félretés, a TAO pénz az állami pénz, itt adóról mond le az állam. És közben meg egyébként ezt a pénzt odaszórja a sportegyesületeknek vasvilával, és közben aki 23 ezer forint TAO-t, bocsánat, társadalmi járulékot nem fizet be, mert mondjuk hajléktalan és nem telik neki rá, azt pedig kidobjuk az egészségügyi rendszerből meghalni. És azért ez azért egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Ha már komolyra fordítottuk a szót, nekünk volt olyan javaslatunk, és lenne ennek a TAO jelenségnek szerintem normális egy polgári demokráciában helyen lévő szerepe. Nekünk volt olyan javaslatunk, hogy igen, lehessen ezt oktatási vagy egészségügyi szférában is csinálni. És ha valaki belegondol, hogy mondjuk települési szinten, egy városba, egy kerületbe, az ott élő vállalkozónak lenne-e motiváció vagy érdekeltsége, hogy a saját gyerekének az iskolájára mondjuk adjon pénzt? Nem milliárdos állami beruházás cégei visszacsorgassák a lóvét Felcsútra, hanem a helyi kis- és középvállalkozó azt mondja, az adóm egy részéből tessék felújítani a vizes blokkot az iskolába. Hogy ez beindítana tényleg rengeteg olyan pénzt, ami, és szerintem jó célra, természetesen leszavazta a Fidesz, és a futódombbal kapcsolatban idefele jövet néztem az új borzalmas nagy arénát. Ki volt világítva? Hogy ki van világítva, és olvastam is róla, hogy egyszerűen döbbenet, hogy mi pénz lehet, és közben az ember, pont ezt beszélgettem a kollégával, akivel jöttem, hogy tök jó, és egyébként pedig arról beszélünk, hogy azért van Kelet-Magyarországon klímakatasztrófa, mert az emberek szeméttel, meg a ruháival, meg a műanyaggal fűtenek, hogy ne fagyjanak meg. Hát egyszerűen az ember de tényleg elszakad a cérna, hogy nem értik, hogy nem tetszik nekünk, hogy de tetszik, hogy ilyen szép. Csak éppen nyomorognak ebben az országban tízezrek, százezrek, egyszerűen vérlázítónak tartom, hogy mire megy és mire nem megy pénz. A kultúrtalról is ilyen vonatkozásban, mert ugye itt a bejátszóban arról is lehetett hallani, hogy ott is hát eléggé furcsa módon alakulnak, vagy mentek az összegek. Itt nagyon furcsa, kaptak például egyéni vállalkozók, de például 4 tűzoltó egyesület is kapott, mondjuk csak a színesség kedvéért mondom, 2,6 és 2,9 millió. Hát szépen muzsikálnak. Tűzoltó zenekaroknak nagy muzsikálnak. Híve vagyok. De ugye azért ez a történet érdemes azzal is összevetni, hogy arról beszéltünk a parlamentben múlt héten, amikor szó volt a kulturális törvények szigorításáról, eljött ez a kiváló államtitkár, Fekete Péter nevezető, és hosszasan előadta, hogy ők tulajdonképpen a TAO törvény módosítása kapcsán jutott eszükbe, hogy milyen jó ötlet lenne centralizálni ezt a pénzt is. És akkor ott kialakult némi vita azon, hogy tulajdonképpen ő azt mondta, hogy mert mindenki jól járt. Hát most kiderült, ki az, aki mindenki jól járt vele, az épp a híradóba szereplő bajkai képviselő úr feleségének a vállalkozása jól járt vele, a egyébként kulturális tevékenységgel ilyen életen pedig nem foglalkozó egységes Magyarország izraelite hitközség, egy rendkívül nagy összeggel. Két dupláját kapta a Köves Lomó egyesülete, vagy egyháza most már, mint az összes pénz, amit fordítunk egy évben a független színházakra. Így van. Tehát egy egyszerű adomány. És még folytathatnánk tovább, hogy milyen szervezetekhez került. Úgyhogy egyébként eredetileg úgy hirdették meg a pályázatot, hogy csak eddig TAO-t kapott, előadott művészettel foglalkozó intézmények kaphatnak. És kérdezett, hogy csomóan kaptak, akik nem ilyenek.
Tehát ha a kultúrát elkezdik a pénzből, elkezdik kézből letetni a kultúrát, elkezdik a pénzt központilag osztani, akkor azt lehet tudni, hogy a Fidesznél ez azt jelenti, hogy akkor a haverok fognak kapni. Mondjuk tegyünk hozzá egy összehasonlítást, ez az említett kiváló képviselőtársunknak a feleségének a cége kapott 70 milliót, és közben 200 milliót vettek el a fesztivál zenekartól. Azért azt ugye el lehet képzelni, hogy talán a fesztivál zenekar egy picit jobb név, azt hiszem. Folytassuk akkor a következő témánk, amely ez is legalább annyira érdekes, mert hogy Karácsony Gergely pedig főpolgármesterként már 3 fővárosi cégnek a vezetőjét menesztette. Nézzük! Ilyen típusú elbocsátó szépünezet üzenet lesz még néhány az elkövetkező napokban is. Néhány órával azután mondta ezt Karácsony Gergely az Egyenes Beszédben, hogy bejelentette, meneszti a fővárosi közterület fenntartó vezetőjét. Azóta megvált a főtáv vezérigazgatójától is, a főkert vezér Szabó József székét pedig megpályáztatja. Kerestük Szabó Józsefet, szerettük volna megtudni, hogy 10 év után újraindul-e a posztért, illetve hogy jövőjéről egyeztetette már a főpolgármesterrel, de adásunkig nem kaptunk választ. Nagyon sokan fel vannak háborodva a színházak kapcsán, hogy vajon a színházi vezetőket azt a színész szakmának, a színházi szakmának kell kinevezni, vagy pedig mondjuk politikusoknak. Ezt mindenki rögtön érti. Hát pontosan ugyanez a helyzet a főkert esetében is. Megyeri Szabolcs kertészmérnököt meglepte a pályázati kiírás, szerinte ugyanis az új vezető megválasztásához szükség lenne a kertész építész és faápoló szakma jóváhagyására. Őket azonban nem kérdezték meg. Az ügyben kerestük a főpolgármesteri hivatalt is, de nem akartak nyilatkozni. A főkertről alig egy hete írta meg az M4.hu, hogy hétvégente alvállalkozókon keresztül külsősként foglalkoztatja vissza dolgozóit, amivel a fővárosi önkormányzaton kívül szinte mindenki jól jár. Kezdjük akkor ezzel a konkrét üggyel, tehát a főkert üggyel, mert hogy egyébként majd beszélünk arról is, hogy vidéki városokban is venesztették önkormányzati cégeknek a vezetőit, nem csak Budapesten, de kezdjük akkor ezzel mindenképpen is azzal, amit itt az úr mondott, mert hogy miért kellett ennyire gyorsan, vagy miért kell ennyire gyorsan megszabadulni a fővárosi cégek vezetőitől. Ugye az felhozott a sajtó is, hogy Karácsony Gergely ugye fél éves türelmi időszakot ígért annak idején a kampányban. Egyrészt, amit eddig láttunk, az FKF-nél konkrétan a szerződéskötési moratóriumot felrúgva, a város vezetésének tudtán kívül Mészáros Lőrinc egyik cégével, legalábbis ez lehet tudni nyilvánosan, mint egy nem sértő szerény 1,5 milliárd forintos többéves szerződést írt alá saját hatáskörben az FKF vezetője. Nézd, hogy őszinte legyek, szerintem én nem ismerem azt az ember, de amikor ezt aláírta, akkor pontosan tudta, hogy ez az utolsó lesz, amit aláír. Tehát ő valószínűleg ezzel az igénnyel tette ezt meg, mert ezt senki se cégbe, se önkormányzatba, se államigazgatásban nem teheti meg, és valószínűleg szerencsés, ha itt megáll a dolog, és nincs más jogi felelősség egy ilyen ügyben. A jelenlegi helyzetnél ugye nyilván Szabórat azért tudták volna megkérdezni, hogy indul-e a pályázaton, mert nincs kirúgva, hanem ki lett írva a pályázat erre a pozícióra. És ugye ezt megelőzte az M4-ban is megjelent hír, miszerint egészen furcsa minimum visszásságok vannak abban, hogy a főkert alvállalkozót foglalkoztatnak, akik alvállalkozót foglalkoztatnak, és a főkert munkatársai a harmadik vagy negyedik láncnál alul egyébként effektíve ők végzik mégiscsak a munkát. Hát maradjunk annyi, hogy ez is minimum furcsa, ha más jogi megfogalmazás nem állja meg a helyét. És ezt a megrendelés, vagy ezt az átvilágítást egyébként nem Karácsony Gergely által vezetett főváros rendelte meg, hiszen ennyi időt nem is készülhetett volna el, ezt még az előző város vezetés holdingjának vezetője rendelt meg egy átvilágítást. És annak a végeredményeként jött az ki, hogy itt valami nagyon nem stimmel, és még egyszer nem arról van szó, mint a másik két esetben, hogy azonnali hatállyal felmentették, hanem kiírtak egy pályázatot, amin ő is indulhat. Egyébként valóban azt azért el lehet mondani, hogy szakmai szempontból, tehát kertészeti, vagy a város kertészeti szempontból jó szakembernek tartják, de azért például ezekre a gazdálkodási kérdésekre minimum valami megoldási válasz. Itt is ugye az úr azt mondta, hogy egyeztetéseket kellett volna, vagy lehetett volna esetleg előtte. Én azt nem értem, hogy erről miért kell egyáltalán beszélnünk, hogy miért kell mondjuk itt az MSZP-s képviselőnek magyarázkodni erről. Tehát van egy új városvezetés. Az emberek eldöntötték Budapesten, meg ugye vidéken is egy csomó városban, hogy változást szeretnének. Ha van egy új tulajdonos, mert ez esetben ugye Karácsony Gergely és a fővárosi
új vezetés, ezt az új tulajdonos képviseli. Ha van egy új tulajdonos, az egy normál cégnél is, de egy önkormányzati cégnél hatványozottan így van, hozza a saját embereit. Ebben semmi furcsa, meg semmi megmagyarázni való nincsen. Azért vetődött ez fel, mert hogy ugye azt ígérte, hogy fél évig már. Azt mondjátok a bejátszóba, hogy 10 évvel ezelőtt került oda ez a jó ember. Hát magyarán Tarlós István is hozta a saját embereit, ami egyébként akkor egyébként, ugyanúgy normális. Egyébként ráadásul ugyannak idején, hogy szemben a mostani helyzettel, akkor Tarlós gyakorlatilag a hivatalba lépése utáni napon kirúgta az összes fővárosi cégvezetőt. De én szerintem még ez is normális. És igen, csak hogyha valaki elindul egy ilyen helyzetben egy pályázaton, mint ezt Szabó úr annak idején megtette, még csak azt sem tudom, hogy pályázat volt egyébként, szerintem még csak pályázat sem volt. Hogy aki elfogadja egy ilyen helyzetbe a kinevezést, az tudja, hogy ő politikai kinevezett. És ennek bizony vannak következményei. Ez szerintem normális. Hozzá kell azt is tennem, hogy azért van egy félreértés is ebben a történetben. Ezek nagy vállalatok. Az összes fővárosi cég az nagy vállalat. Tehát én nem vonom kétségbe azt, hogy ő egy kiváló kertészeti szakember, de itt azért alapvetően vállalkozás vezetési menedzsment feladatok vannak. Az erre való alkalmasság a kérdés, nem az a kérdés, hogy ki tud előtetni egy és akkor az is teljesen normális, hogy mondjuk a többi ellenzéki, most már ellenzéki vezetésű nagyvárosban ugyanúgy leváltják az intézményvezetőket. Amikor a Fidesz 2010-ben hogy akkor ezt fogadjuk el egy normális... Az országgyűlés alapján a kormányt is alakíthatott. Mindenkit lecseréltek? Hát nem maradt ott egyetlen olyan ember sem, aki bármilyen módon is független volt, vagy bármilyen módon kötődött esetleg az előző vezetéshez. És ez akkor is normális volt, mert nyilván az új tulajdonos hozza a saját embereit. És tegyük azt is hozzá, hogy amilyen ügyeket én itt ismerök, Hódmezővásárhelyen, Dunaújvárosban, nyilván nem ismerem az összes ügyet, ott nem ok nélkül cseréltek le cégvezetéseket. Ugye a Magyar Nemzet ott Eger, Nagy Garizsa, Szombathely, Hódmezővásárhely, Dunaújváros. Időnként a szezont a fazonnal ebbe a sajtó izébe, mert úgy újságnak a magyar nemzetet nem nevezném. Tehát, mert hogy ugye az egy kérdés, hogy a felügyelőbizottsági tagokat természetesen lecserélik, mert ők a tulajdonost képviselik, a választókat, a választók pedig megbíztak egy városvezetést. Annak meg, hogy miért cserélnek le egy sor cégvezetőt, annak leginkább az oka, hogy az elmúlt években a legtöbb városban ezek a cégvezetők, hogy kell ezt finoman fogalmazni, kiszolgálták mind a politikai elvárásokat, mind pedig azokat a típusú gazdasági elvárásokat, amik nem a város érdekében, ám de jól körülhatárolható magánkörök érdekében voltak. Mondhatom direktebben is. Ha együtt tetszett a Fidesz-szel lopni a várostól, akkor utána nem kell panaszkodni, hogyha az embert kirúgják. Ez nem Szabó úrra vonatkozik, hozzáteszem. Vonatkozik a másik két fővárosi cégre, és vonatkozik egy sor vidéki esetre is. Azért még egy dolgot én viszont szeretnék hozzátenni. Ugye én nem azt gondolom, hogy nekünk úgy kell ebbe viselkedni, mint a Fidesz. Tehát az elvárható, hogy itt tisztességes pályázat legyen, tisztességes szakmai feltételekkel, tisztességes határidőkkel. Mondjuk azért az előjelek azok jó emberek kerüljenek oda. Mondjuk itt kell, hogy berekesszem a beszélgetés sajnos, de megígérem a nézőknek, hogy a reklám után még visszatérünk erre, mert szerintem még nem tárgyaltuk ki, úgyhogy pillanatokon belül jövünk vissza. Folytatjuk tehát a nap hírét, és a reklám előtt megígértem önöknek, hogy még egy pillanatra Gulyás Balázs még egy mondatot fog tudni mondani az előző témánkhoz, mert annyit... beszélgettünk, hogy miért váltják le hirtelen a... Én csak annyit akartam mondani, hogy bízunk az MSZP-DK meg a fővárost vezetőknek a bölcsességében, hogy nem olyan vezetőket választanak ezeknek az önkormányzati cégeknek az élére, mint ahogy az FV-be felügyelőbizottságokba, a fővárosi cégek felügyelőbizottságaiba sikerült visszahozni a 2010 előtti világot, ettől óva inteném a jelenlévőket is, meg úgy általában a fővárosi. Hát azért vezetőket. Az FV-kbe se árt, hogyha ért hozzá valaki. Hát mondjuk Vásárhelyi Mária szerintem például szakértője a felügyelőbizottságoknak. Na de beszéljünk akkor a 2022 utáni világról, mert hogy a ellenzéki pártok közül az MSZP bejelentette, hogy az ellenzék pártjai közösen indulnak 2022-ben. Nézzük! 2 hónappal ezelőtt egy színpadon ünnepelte fővárosi győzelmét az ellenzék. Az MSZP most már a 2022-es parlamenti választásra készül. Egy az egy ellen indulunk mi ellenzékiek a Fidesszel szemben a választókerületekben. Egy közös listára kell mennie az ellenzéknek, és egy közös miniszterelnök jelöltben meg kell állapodni. A DK szerint először a közös elveket kell lefektetni, és utána lehet a konkrét jelölteket kiválasztani. A Momentum se zárkózik el az ellenzéki együttműködéstől.
viszont 2019. december van, 2 hónapja volt az önkormányzati választás, most itt a munkaideje van, nem a listaállítás ideje. A Jobbikot ezzel kapcsolatban még senki sem kereste meg. Még korai arról beszélni, hogy mi lesz majd 2022-ben, vagy akár 2021-ben, és ugyan viccnek is rossz, de az is elképzelhető, hogy a Fidesz, illetve a kormánypártok úgy alakítják majd a választási törvényt, hogy azon csak a Fidesz-KDNP indulhat. Az LNP nyugalomra intette az ellenzéket. Egyeztetésről nem zárkózunk el, de ismételten azt javasolom, hogyha valakinek szellemi gondolatai vannak annak tekintetében, hogy 2022-ben az ellenzék hogy álljon föl, akkor ezt a többi ellenzéki kollégájának mondja el először, és ne pedig egy sajtótájékoztatón jelentse be. Na hát próbáljuk akkor értelmezni az ellenzék többi pártjának a reakcióját. Arató Gergely jót nevetett itt a kijelentéseken, de ha már a DK-ról van szó, ugye önök azt mondták, hogy közös elveket kell először lefektetni. Szóval nincsenek még közös elvek sem? Ugye, nagy meglepetés, nem fogok ebbe elárulni, mert ebbe körülbelül ugyanazt mondjuk elég régóta, hogy az a szerencsés, hogyha egy az egyben. Igen, de most a közös elvekre kérdeztem rá, szóval mi a különbség itt akkor a pártok között? Én azt gondolom, hogy az, hogy közös elvek persze vannak közös elvek, de azért ezeket nem árt tisztázni, és hozzáteszem, legalább egy közös politikai alapra szükség van. Ezt nem gondolom azt, hogy ezt lehetetlen megteremteni, de azt gondolom, hogy ezen kell dolgozni. Majd később beszélünk a Stumpf interjúról, ott beszél arról Stumpf István, hogy a Fidesz hogy készült 98 előtt már arra, hogy majd megnyeri a kormányzást. Tehát van ennek egy szakmai része, abban meg, bár egy kicsit valóban megmosolyogtam, amikor az LNP nyugalomra intette az ellenzéket, de az kétségtelen, hogy abban igaza van az LNP-nek is, hogy talán nem az a legjobb módja ennek, hogyha sajtótájékoztatókat tartunk arról, hogy már-már megvan az együttműködés, de szerintem ez tulajdonképpen lényegtelen. Én azt gondolom, hogy az látszott, hogy talán a Jobbik kivételével, bár én csodálkoznék, hogyha ők tényleg nem gondolkoznak azon, hogy mi lesz 22-ben, mindenki gondolkozik rajta, hogy mi a megoldás. Egy dolgot hagyd tegyek hozzá. Ugyanazt a hibát nem szabad elkövetni, mint 14-ben és 18-ban, amikor az utolsó pillanatig vártunk azzal, hogy megállapodjunk a konstrukcióban és a jelöltekben. De ha nincs még meg a konstrukció, nincsenek meg még a közös elvek, ugye most itt tartunk. A Jobbik még megkeresést sem kapott, az LNP nyugalomra intett mindenkit, akkor miért tartotta az MSZP ezt a sajtótájékoztatót? Hogy miért volt ez a bejelentés? Elszámoltam magamba 10-ig. Okay. Először is. Erről a sajtótájékoztatóról ez a beszámoló, maradjunk annyiba, hogy erőteljesen egyoldalú volt. Ez a sajtótájékoztató néhány axiómát ugye tartalmazott, amiben szerintem az ellenzékben nem lehet, ha egy csöpp esze van bármiféle ellenvetés, amiben megállapodtunk, és ami sikert hozott október 13-án, hogy például a 106 egyéni választókerületben nem indulhat senki egymás ellen, mert akkor a Fidesz marad kormányon. Az, hogy ezt közös listával kell megcsinálni, ez a mi véleményünk, de az egész sajtótájékoztató, az egész valódi üzenet arról szólt, amit te is említettél, de ez aztán kimaradt a felkonfolva, hogy ezt egy közös program alapján is kell megcsinálni. Ugyanis két dolgot nem lehet tenni. Egyrészt nem lehet választást nyerni, és hogyha közösen indulunk, akkor nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy valami közös programnak kell lenni, ha nem mondanánk meg az embereknek, hogy vajon miért is szavazzon ránk, pontosan azon túl, hogy egyébként együtt vagyunk, és ez hú, de milyen jó. Mert egyébként a választópolgárt az alapvetően nem kell, hogy érdekelje. Karácsony Gergelynek, a fővárosi politikai mezőnynek volt kézzelfogható programja, szlogenje és lebontott programja most ősszel. Ezt meg kell csinálni közösen. Erről szólt ez a sajtótájékoztató. Nézzük már meg a programot. És ezek után, hogyha ez a program megvan, és annak megvannak azok az alapvetései, amit akár a Jobbiktól a DK-ig el lehet fogadni, akkor a szavazóink is el fogják fogadni, vagy a Fideszen kívüli szavazók is el fogják fogadni, hogy érdemes elmenni, és erre a csapatra bármilyen felállásban is indul szavazni. Erről szólt a bejelentés, és ezt a munkát el kell a következő egy évben, másfél évben végezni, hiszen abban is egyetértünk talán, amit te most mondtál a végén, ezt nem lehet az utolsó két hétre hagyni. Ez azért ennél egy picit bonyolultabb dolog, és itt akár szakpolitikai minimumokról is beszélünk. Most már hagyd vegyem át a szót, mert meg kell, hogy mutassam a nap kérdését, mert nagyon kíváncsiak voltunk az önök véleményére, és feltettük a kérdést, hogy önök mit szólnak ehhez a kezdeményezéshez és a bejelentéshez. Kíváncsiak voltunk, hogy egyetértenek-e tehát azzal, hogy az országgyűlési választásokon az MSZP szerint az ellenzék közös programmal, listával és miniszterelnök jelöltekkel indulnia. 87% azt mondja, hogy igen, és 13% azt mondja, hogy nem, tehát elég egyértelmű. Egy mondat még hozzá, és utána átadom a szót.
ebből azért a másik nagyon fontos volt az előválasztásnak a megemlítése, akár a miniszterelnök jelölt, akár az egyéni 106 jelöltek, és még egyszer a közös lista, hogy nagy közös lista lesz-e, vagy nem, az ki fog derülni. De az a minimum, hogy a 106 körzetben egy jelölt legyen, és hogy egy közös miniszterelnök jelölttel menjünk neki választásnak. Ilyen a magyar nép, lélek, muszáj. És ennek azt gondoljuk továbbra is a legjobb eszköze. Ott, ahol vita téma van, ahol nincs egyértelmű jelölt, hogy a pártok egy előválasztáson méressék meg. Nem is erről volt a szó, vagy nem is erről folyik itt a vita. Például itt volt ugye pénteken a Szilágyi György, a Jobbik képviselő, és azt mondta, hogy ezekkel az alapelvekkel mindenki egyetért. Csak ő például azt mondta, hogy még, ahogy itt a Jobbik szóvivője is elmondta, hogy most nem ez a feladat, nem ezzel kell foglalkozni. Szerintem azzal kell foglalkozni, hogy nem az elvekről, hogy kezdjünk egy közös program kidolgozásába. Azzal nem lehet az utolsó pillanatig várni, szerintem 20-ban ezzel foglalkozni kell. Igen, már próbálok szót kapni. Szóval pénteken a legnagyobb probléma az a közös listával van, és ebből fakad szerintem a miniszterelnök jelölt kérdése is, mert nyilván akkor lehet egy miniszterelnök jelölt, hogyha egy lista van, amit én egyébként elleneznék. Pénteken volt szerencsém egyébként egy rendezvényen részt venni, ahol a Fideszen túli jobboldali világ prominensei voltak jelen, Pálinkás József, Gyöngyösi Márton, Király Miklós és Márki-Zay Péter, és ott egyébként egyedül Márki-Zay Péter képviselte a közös listát, és mindenki más azt mondta, hogy nem, több listára van szükség. A 106 egyéni körzetben nincs vita szerintem, tehát az annyira egyértelmű, hogy arról fölösleges is vitát nyitni, viszont az elhangzott egy olyan kijelentés, Szerető Szabolcs hozzászóló volt, a Magyar Hang főmunkatársa, ugyebár ő, elhangzott egy olyan hozzászólás, ami nagy tetszést aratott egyébként abban a közegben, hogy Dobrev Klárával ugyan le lehet győzni Orbán Viktort, meg egy közös listával, csak érdemese. Hát ezt ugyanúgy föl lehet tenni azt a kérdést, hogyha a Dobrev Klárával le lehet győzni Orbán Viktort, akkor szerintem érdemes. Az, hogy a volt fideszesekkel érdemes-e legyőzni Orbán Viktort, ez egy nehezebb kérdés. Tehát a Fidesz B csapattal elmenni a Fidesz A csapat ellen, hát az egy érdekesebb kérdés. Szóval kérdés az, azért, hogy le lehet-e győzni a Fidesz B csapat, nyugodtan, tehát nekem nem derogál ezt használni, a Fidesz B csapat nélkül le lehet-e győzni a Fidesz. Magyarán annélkül, hogy a Fidesz 2,8 millió választójából lefaragunk, és onnan akkor is... Kedves kollégák, térjünk vissza ahhoz, amit mondtam. Tehát a kinélkül nem lehet, meg a kivel érdemes, szerintem a költői kérdésre. Nem, de ebből fakad meg a több adni. Lista, meg az a több én mondásom, a mi mondásunk és a most szombati mondásunk lényege pont az volt, hogyha ezeket a kérdéseket, azt a közös minimumot, amit a két megszólaló mind a ketten el tud fogadni, ezt kell nekünk összerakni a következő egy évben, különben ez a veszekedés lesz, és erre a veszekedésre nem lesz az ország többsége kíváncsi. Ugye azt kipróbáltuk. És nem fogunk, ideológiai kérdésekben nem fogunk tudni megegyezni. Na de elnézést, hogy mi az egészségügybe, oktatásba, akár a közjogi rendszer helyreállításában mit fog tenni egy ilyen széles koalíción alapuló kormány, amiről elhiszik az emberek, hogy legalább ebben egyfelé fognak menni. Mi ezt szerettük volna szombaton mondani, hogy ezzel nekünk most közösen foglalkozni kell a következő egy évben. Ezt a dolgot kipróbáltuk 18-ban. Micsoda? A részben koordinálunk, részben nem koordinálunk. Nem. Hát, és majd a választókat megtanítjuk erre. A választókat megtanítjuk erre a dolgra. A körzetek többségében nem volt közös jelölt, mert bocsánat. És őszintén szólva ebből ugye... Egymás ellen indultak az ellenzéki pártok. Ebből elképesztő energiákat fordított arra, hogy elvegye a baloldali szavazókat. Pontosan. Ami sikerült neki részben. És egyébként ő meg elvesztette a saját szavazóit a Fidesz felé. Na, ez, aminek nincs értelme. Tehát szerintem az a tanulsága 19-nek... Akkor mégse próbáltátok ki a 106 körzetben. Az a tanulsága 19-nek, az önkormányzati választásnak, hogy a ellenzéki szavazókat, nem tudom a Fidesz szavazókkal mi van, de hogy az ellenzéki szavazókat nem nagyon érdekli őszintén szólva az a köztünk fönnálló rendkívül heves ideológiai vita, meg az, hogy 2007. január 6-ai kormánydöntésekről mit gondolunk, erők nagyjából fütyülnek. Innen kezdve pedig ebből az következik, és nekem az önkormányzati választás ezt mutatja nagyon egyértelműen, hogy egyértelmű képletet akarnak. Nem azt akarják, hogy megtanítsuk nekik, hogy Béla, te ugyan baloldali szavazó vagy, de mégiscsak neked az lesz ráírva a szavazólapra, hogy Jobbik, és majd lesz 6 lista, ahol a 6 lista közül majd választ ki azt, ami neked tetszik. Én azt látom,
hogy a szavazók ennél egyszerűbb képletet akarnak. És ez persze mindenkitől igényel türelmet. Igényel tőletek, igényel tőlünk. A kérdés az, hogy ez a türelem... A Jobbikosoktól, igényel valószínűleg az MSZP-től is igényel. Tehát mindenkit, LMP-ről nem is beszélve, mindenkinek rendkívül nagy türelmen szükség. Csak én meg azt mondom, hogy ha nem tudjuk ezeket a történeteket most elrendezni, nem tudunk ezeken a görcsökön most túllépni, akkor de a politikusok biztos, hogy túl tudnak ezen lépni, ezeken a görcsökön. Itt az a kérdés, hogy az egyszerű választópolgár ő túl tud. Szavazna-e? Szerintem október 13 ezt mutatta meg. Egy mondjuk a Fideszben csalódott választó, de jobboldali választópolgár például szavazna egy olyan listára, aminek az első három jelöltje között ott van Droblev Klára vagy Gyurcsány Ferenc. Ez a nagy kérdés. Na, és ha nem, akkor viszont nagyon erősen el kell gondolkozni a külön listákon. Kell, hogy térjünk a következő témákra, egyébként ehhez kapcsolódik, és legalább ennyire érdekes, és át is lehet kötni, a már említett Stumpf István interjúról van szó, és ide tartozik a Nap mondatai, és Stumpf István ugyanis adott egy interjút a 168 órának, és azt mondta ebben, hogy érzek morális értelemben véve kormányvártó hangulatot, érzek ilyet a fiatalság körében. Ha a Fidesz nem veszi komolyan ezt a figyelmeztetést, akkor nehéz helyzetbe kerülhet. Ezt mondta tehát Stumpf István. Egyébként a kérdés az volt az interjúban tőle, hogy az önkormányzati választás kimenetele egyedi eset, vagy inkább figyelmeztetés volt, és erre mondta azt, hogy nagyon fontos figyelmeztető véscsengő volt a kormányzatnak az, ami az önkormányzatnál történt. Beszéljünk akkor itt, már emlegetette is a Fidesz közeli értelmiségnek a szerepét, helyzetét. Például Stumpf István is ugye eddig alkotmánybíró volt, ugye már nincs igazából nagy tétje annak, hogy miket mond. Eddig korábban nem nagyon lehetett hallani semmilyen megszólalását, szerintem vagy kritizálását, most viszont... Teljesen más a képlet. Stumpf István abba a tendenciába illeszkedik be, amit az önkormányzati választások óta elkezdett a Fidesz, elkezdett Győrben Dézsi Csaba András jelölésével, elkezdték Pokorni Zoltán reaktiválásával, és most Stumpf István reaktiválásról van szó, de miért? Kiemeltétek azt az egyetlen mondatot, ami a Fideszre nézve egy kicsit dehonestáló, de egyébként az egész interjú, és nem csak ide adott, hanem a HVG-nek is adott egy interjút. Mind a két interjú arról szól, hogy hát elnye-belnye Fidesz, de azért ennél nincs jobb, és azért a szívünk idehúz, és azért micsoda dolgokat csináltak meg, és Mészáros Lőrinc azért milyen jól teszi a dolgát, és milyen jó ez a rendszer. Nem. Tehát ezt a maszlagot ne adják be nekünk, tehát ő nem csalódott a Fideszben, ő a Fidesz szekerét tolja jelenleg is, nincs két Fidesz, ezt a mondatot kell szerintem megtanulnunk, tehát nincs olyan, hogy Dézsi Csaba András jelölik Győrben, és majd ő nem teljesíti azokat a kéréseket, amik jönnek a pártközpontból, ilyen nem létezik. Én azt akartam mondani kicsit cinikusan erre a kérdésére Stumpf Istvánnak, hogy a Fidesz, ha nem érti meg, hogy megértette, tehát főleg a fiataloknál, hiszen mindjárt törvény módosítottak, és egyetemista kislányt helyettesen államtitkárnak betettek. És szerintem akármennyire is furcsán hangzik, tényleg körülbelül ennyire értették meg a dolgot. Egyszerűen ők már nem tudnak máshogy gondolkozni. Igen. És Stumpf István már még bízhat a nem tudom én mibe, de azért, ha valaki, akkor ő pontosan látta közelről, hogy kikből, kik lettek ezek az emberek. Pontos. És ha neki még bármilyen reménye van arra, és én is ezen lepődtem meg, mert nekem volt szerencsém egyébként régebben a Magyar Nemzet abba a klasszikus időszakában, amikor újság volt egy-két évig most, és volt ilyen háttér rendezvény értelmiségieknek ott egy asztalnál ülve beszélgetni vele, hogy ahhoz képest is, hogy lehet neki bármilyen valós reménye abban, hogy a fiúk újra megváltoznak, vagy visszaváltoznak, azt én sem tartom hitelesnek. Tényleg pár másodpercünk van, egyébként ebben a HVG interjúban az is elhangzott, hogy Orbán Viktor már megöregedett, és hogy neki is gondolkozni kell, esetleg generációváltásban ebben, a Fideszben. Ebben én mélyen egyetértek Balázsral, tehát ez egy színjáték. Tehát ugye egyik, közben meg a bázisnak másik oldalról mutatom, hogy jó megrendszabályozzuk a liberális színházigazgatókat, meg a parlamenti képviselőket. Tehát azt kell figyelni, amit tesznek, és nem azt, amiről beszélnek. Itt beküldtek néhány ilyen kedves fiút, hogy mosolyogjanak hát, ha az segít, meg ezt a kedves hölgyet kinevezték, hogy hátra jönnek a fiatalok, hozzáteszem, szerintem nem fognak jönni. Itt a végszó mára, köszönöm szépen, szerintem tudtunk volna még beszélgetni, de ennyi fért a mai adásba. Köszönöm szépen a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!